Néhány perc múlva kezdődik a magyar U17-es válogatott utolsó mérkőzése az Európa-bajnokság első selejtező körében. Néhány változást eszközölt Belvon Attila a kezdőcsapatban, de a horvátoknál is vannak változások. A magyar válogatott szakvezetője azt nyilatkozta az előző mérkőzés után, hogy nagy dolognak tartja, hogy két kör után tovább jutott a csoportból a csapat. Ugyanakkor ezen a mérkőzésen azt várja, hogy a játékosok végre higgyék el, hogy tudnak futballozni, és térjenek vissza ahhoz a játékhoz, amit a felkészülés alatt láthattak a csapattól. Az első mérkőzésen a második fél időben az izraeliek beszorították a magyar válogatottat. Kapkodó volt a vége, de nagyon nagyot harcolt a magyar csapat, és megvédte egy gólos előnyét. Aztán a kazahok ellen azt mondta Belvon Attila, hogy azt tudták persze, hogy stabilabban védekeznek majd egy nagy zakó után a kazahok, de hogy csak 1-0-ra sikerült nyerni, ez egyrészt annak volt köszönhető, hogy voltak gyengébb teljesítmények, és ez átragadt a többi játékosra, így aztán helyenként kapkodó, illetve pontatlan volt a játék. Ezért is mondta mindkét meccs után, a győzelem dacára nagyon önkritikus volt Belvon Attila, ezért is mondta, hogy most játékban is többet vár. És azt gondolom, hogy több is kell, hiszen a horvát válogatott 8-at rúgott a kazahoknak, és utána azért fölényben futballozott az Izrael elleni mérkőzéssel, legalábbis a statisztikák alapján azt megállapíthatjuk, hogy ők voltak a veszélyesebbek, de gólt nem tudtak szerezni azon a meccsen. Most jönnek a himnuszok. Mindenképpen érdemes elmondani a horvát válogatottról, hogy a Dinamo Zagreb nagyon erős korosztályára épül. Az ágrábiak nagy részét láthatták az előző esztendőben Győrben, az Audi Eto Kupa döntőjében, ahol a Barcelonával játszottak 0-0-ás döntetlent, és végül 11-esekkel buktak el csupán. Kapust cserélt Luka Pavlovic, Nevisztics véd, az eszék kapusa, kikerült Semper, és akik még bekerültek, Kotlár, illetve Crinicki, előbbi a Basel, utóbbi a Bayern München labdarúgója, 8 Dinamo játékos a kezdőben, és további 4 a cseresorban. Davide Massa, a mérkőzés játékvezetője, ő vezette a miénk Izrael elleni mérkőzését, tehát az első meccset itt Telkiben a selejtező sorozatban. A miénknél Demjén Patrik visszakerült a kapuba,
Szalai András, Tóth Bence, Tömösvári, Vogyicska, Bíró, Szabó Bence, Herjecki, Tóth Dávid, Gergényi és Bodrogi a kezdőcsapatban. Tóth Dávid, illetve Gergényi először kap szerepet kezdőként, sőt, utóbbi a Honvéd Magyar Futball Akadémia játékos eddig még csereként sem lépett pályára. Beon Attila a kispad szélén. Nagyon-nagyon önkritikus volt egyben. Természetesen büszke is arra, hogy a csapat tovább jutott. Itt pedig Luka Pavlovics, a másik szakvezető, 51 esztendős a horvátok trénere. Neki egy pici izgulnivalója még van, de hát nagy szenzáció lenne, hogyha ők nem jutnának tovább. A miénk számára a döntetlen is csoport elsőséget érne. A horvátoknak ehhez feltétlenül győzniük kellene. Kékmezben láthatjuk majd a horvát válogatott, a fehérben a magyar csapatot. A mieinknél 4 honvéd játékos van a kezdőben, illetve 3 MTK labdarúgó. A védelemből Patik Márton és Szalai Attila is kikerült, ők végigjátszották az első 2 meccset, és a cserepadon kezd a Barcelona játékos, a Tajti Mátyás. Az első mérkőzésen Izrael ellen nagyszerűen futballozott, a második meccsen már kevésbé ment neki, és szünetben lecserélte őt Belvon Attila. Kotlár lábát láthatjuk. Crinicki tette hátra a labdát, Crinicki csereként beállva duplázott az első mérkőzésen, ő a Bayern München játékosa. Bodrogi. Igyekeznek nagy lendülettel kezdeni a horvátok. Gergényi kísérte ki a labdát, ő játszik a védelem bal oldalán, Szalai Attila helyén, ugye Szalai volt, aki a büntetőt berúgta az Izrael elleni mérkőzésen, így tehát győztes gólt szerzett akkor. Szabó Bencét láttuk egy pillanatra, az első meccsen kezdő volt, aztán ő váltotta Tajtit a második mérkőzésen szünetben. Ő szerez most labdát, de pontatlanul kapja vissza Szabó. Nevisztics rúgja el a labdát. Alig-alig van olyan otthon játszó labdarúgója a horvát csapatnak, aki nem a Dinamo Zágrebből érkezett. Szalai András rúgja előre a labdát. Nevisztics a kapus, az Osziek labdarúgója, tehát Eszéki, illetve a cseresorban ott van még Ivan Markota az RNK Splitből, Karamarko a Hajdukból és Olujic a Lokomotíva Zágrebből. Magyar szabadrúgás a Gergényivel szemben elkövetett szabálytalanság nyomán. Tóth Bence. Tóth Dávid mellette a védelem tengelyében. Mindkét mérkőzésen játszott az Eto labdarúgója csereként. És akkor a középpályára szállt be. Tóth Bence hátra. Temjén, aki az Izrael elleni mérkőzésen védett, aztán majd a Dániel kapta meg a következő meccset Belvon Attilától. Bíró nem fért már a labdához, jöhetnek a horvátok bedobással. Herjeckit látjuk 11-essel, akinek számos ügyes megmozdulása volt az első 2 meccsen, és persze szerencsével is, de gólt szerzett a kazahokkal szemben. Demjén pontos labdája ki a bal oldalra. Gergényi. Szabó szerzi meg. És aztán felszedi Nevisztics a labdát. Szabó azzal a Hudecsekkel csatázott, akit az előző mérkőzés elején le kellett cserélni, de aztán tűnik, hogy teljesen meggyógyult. Brekalo ér fejjel a labdához. Crinickihez és Lovrenhez hasonlóan ő is duplázott az első mérkőzésen. Kudecsek. Azok közé tartozik, akik itt voltak tavaly Győrben az Audieto kupán. Kalajka a csapatkapitány hátra. Gól!
szépen ütközött Temesvári. És ő próbálja most kiugratni Herjeckit. Jó megoldás, Tóth Dávid tette haza a labdát, pedig Brekalo elől. Szalai András lökték, ő azok közé tartozik, akik az első két meccset végig játszották. Nincsenek olyan nagyon sokan, ketten összesen, Tóth Bence a másik Szalai mellett. Éppen Tóth Bence a labdával most. Ott nincs magyar játékos. Szalai csúszott be jól, de visszaszerzik a horvátok. Mostanáig volt náluk, aztán a játékvezetőre néz Moró, és megkapja az általa már nagyon várt szabadrúgást. Már Szabó a labdával, Herjecki elviszi előle Kalajka. Most a horvát szabálytalan Sávor Lovren követte el. Ő Dejan Lovren öccse, tehát a bátya Liverpool játékosa, és azt iratkozta közelmúltban, hogy természetesen nagyon örülne neki, hogyha majd valamikor az öccse is követhetné a Southampton csapatának 20 millió fontot fizetett Dejan Lovrenért a nyáron a Liverpool, 25 éves egyébként, tehát jó 8 év van kettejük között. Lovren. Kudecsek. Az első szöglet a mérkőzésen. Vodicska lépett oda. Itt vagyok, kipasz, figyelj, te innen fog indulni. Kipasz, tanulra figyelj. A hatodik perc végén járunk. És ezt megúszta a magyar válogatott. Tövinko Szoldó. Kerestem, de nem találtam arra vonatkozóan adatot, hogy Zvonimir Szoldó fiáról, rokonáról lehet-e szó. Tóth Bence. Szép megoldás. Vodicska. Bíró. Pillanatnyilag az egyetlen légiós a magyar csapatban. Összesen négyen játszanak külföldön, de hárman közülük most csak a cserepadon bíró Gimarães játékos, a Portugáliában futballozik, tehát Szabó kiugratási kísérlete nem volt rossz. Sosa. Vodicska támadja a labdás játékost. Nagyon szépen indult meg Brekalo. Lovren. Gergely csúszik oda és szabálytalankodik, ezt jelzi legalábbis az asszisztens. Alessandro Costanzo, tehát Massamonti társa azon az oldalon. Igen, belépett oda Lovren a labda és a becsúszó védő közé. Figyelj, ahogy elgurítsa! Nem, mert én nem, úgy majd úszol, oké? Elég lenne ide egy ember is. Lovren készülődik szabadrúgáshoz. A sorfalban Szabó és Herjecki. Lovren fölé. Nem volt veszélytelen, de milyen Patrik nagyon higgadt maradt, legalábbis látszólag. Egyet lépett előre, de aztán láthatta már természetesen a magyar kapus, hogy ez fölé megy majd. Szalai. Come on!
Szoszát szabálytalannak látja a játékvezető Tömösvárival szemben. Tóth Bence. Szosza. Szoldó játszotta meg ügyesen. Brekalo. Ragyogó cselek Brekalótól. És nagyon komoly lendület is van ebben a fiatal emberben. Szosza. Les. De ilyen bírót keresi. Szoldó fejelte el a labdát. Borovec oldalra. Szosza. Temesvári nyúl bele. Brekalo. Tóth Dávid. Belecsúsztatnak Szosza révén a horvátok. Brekalo. Messzire került tőle a labda. Bíró kapta Bodrogitól. Les. Herjecki. Egy ütemmel később érkezett a labda a kelleténél. Brekalo közben. Jó helyezkedés Gergényitől. Szosza. Moró. Szosza. Szalai tette bele a fejét. Moró. Kicsit hosszú, Tóth Bence higgadtan. Szalai. Bocsánat, Szabó. Ampár Bence a magyar válogatottban, 4 a kezdő csapatban. Gyere Szabó, mert! Vigyázz be, tutya! Lovren. Brekalo irányába, de hosszú neki. Bíró csúsztatja maga mögé a labdát, Szoldó. Szrinicski. Újra ő. Elengedi Vodicska megmozdulását a játékvezető. Kotlár esett el. Ez aki a Bázel játékos, abban svájci állampolgársága is a horvát mellett. Szabadrúgást kap Lovren. Jobb kezed, hogy a 16, Jani először. Szalai. Szépen oldja meg. Biztos, hogy nem lesz könnyű feladat a Szalainak Brekalóval, mert találkozik leggyakrabban. Moró. Ez a kapusé, bár elég kellemetlen volt, hogy ott lepattam Damien előtt. Nem volt elvégezve a bedobás, Gergényi kezéből csúszott ki a labda. Herjecki, Gergényi. Tóth. Nem, Tóth Bence. Szosza inkább kiengedi a labdát. Brekalo. Szalai mellett fordul.
Szép labda Szoszának. Szosza laposan. Talán az eddigi legkomolyabb lehetőségük volt. Davor Lovren lőtt fölé. Ő mindkét szélen játszhat. Itt ezen a tornán a jobb oldalon kapott lehetőséget rendre Luka Pavlovicstól Lovren. Bíró játsza vissza a labdát. Tömösvári. Szosza fekszik elé. Szalai szépen ütközött Brekalóval. Vagyicska. Nyugtas, játszál! Bodrogi, Tóth Bence. Vodicska Szalainak. Sajnos bíró perdítése nem sikerül. Temesvári. Nevisztics teszi ki a labdát. Szeptember közepén a horvátok két meccset játszottak az örményekkel, Nevisztics védett ott. 4-0-ra hozták az első összecsapást, aztán 0-1-ről 4-1-re a másodikat. Czernicskit láttuk egy pillanatra, mint említettem, a Bayern München játékos az U17-es csapatban az eddigi 9 fordulóból gyanítom sérülés miatt csak 3 összecsapáson játszott, és 7 gólt szerzett ezeken, 38 percenként talál be a kapuba. Úgy foglalja el a bajnokság második helyét a góllövő listán, hogy, mint mondtam, összesen 3 meccset játszott. Lovren Brekalót kutatja, de rendkívül hosszú ez a labda. Vagyicska csúsztatta meg, de aztán Szoldó. Brekaló. Moró, látványos megoldás, Brekaló. És jön a jobb oldalon Hudecsek. Hudecsek középre, Tóth Bence. Kirúgás így. Kotlár fejéről ment ki a labda. Kotlár csak nem régiben debütált a korosztályos válogatottban. Az első két mérkőzésen a cseresorban kezdett, és most kapta meg a lehetőséget kezdőként. Szoldó. Szép indítás Morótól, de kicsit hosszú Lovrennek. Kotlár. Az első meccsen nem állította be őt a szakvezető, a második meccsen 20 percet kapott Kotlár. Magyar bedobás az összecsapást követően. Ez a korcsi életről. Gergényi cipője esett le. Egyet fújhatnak most a miénk, itt pedig Belvon Attila nézi, hogy mi a helyzet. Rendben van Gergényi, és most már rendben van a cipője is. Lába, most meg! Igen, bravo, egyszerű! Jani!
Tóth Dávid. Talán át is vehette volna ezt a labdát Bodrogi, így a horvátok jönnek bedobással. Agresszív lab, letámadás most a miénktől, a visszapasszolt labdára azonnal rástartoltak a magyarok. Herjecki sajnos elpattant tőle, Hudecsek tovább. Cénicski. Lovren Tóth Bence kíséri a vonal felé. Lovren. Hudecsek. Demjén könnyedén. Most már lejátszott mintegy 180 percet a magyar válogatott. És nem kapott gólt itt a selejtező tornán. Szoldó. Moró veszi maga elé a labdát. Jó a kiugratás is. És berúgják. Lovren a gólszerző, vezet a horvát válogatott. Pont az előbb mondtam, hogy még nem kaptunk gólt, most már igen. Lovrennek ez a harmadik gólja, miután duplázott a kazahok elleni mérkőzésen. Betalál a miénk kapujába is. Hát, lesz gyanús szituáció. Talán csak a kép kimerevítésével lehetne eldönteni, hogy le sem volt Lovrena vagy sem. Minden esetre Moró labdájával lépett ki. Horvát vezetés. Amit tehetett, megtette Demjén. Nem sok hiányzott, hogy odaérjen. Közben Tömösvári már a túloldalon gólhelyzetben. Elmegy keresztben Herjecki. Ezt el is lőhette volna Tömösvári. Egy pillanat alatt válaszolhatott volna a magyar válogatott. Rápattant Gergényre a labda, horvát bedobás. Íme az iménti lehetőség. Szépen fordult Szoldó mellett. Elég jól zárta a kapus a szöget, ezért akart alig, ha nem passzolni Tömösvári. De milyen bíró irányába. Kalajka fejeli el a labdát. Rekalónak már nem sikerül bent tartania. Tóth Dávid. Szoldó. Borovec játszotta tovább, viszont most már Tömösvári ugratja ki bírót. Bíró! Jól érkezett a csapatkapitány Kalajka. A bekapott gól után most, mintha megrázta volna magát a magyar válogatott, két ígéretes akciót is láthattunk a mieinktől. Hudecsek. Kotlár. Szabályos, határozott szerelés Bodrogitól. Itt volt már. Mi van, Jani? Gergényi? Miért látok meg? Itt van még egyszer a gól. Ez nem volt les. Ebből a kamerállásból már látszik. Kifelé mozgott a védő, de pont egy vonalban voltak még.
előre. Szabályos körülmények között született tehát a horvátok gólja. A lehető legjobb ütemben indult Lovren Moró labdájára. Herjecki. Azt hittem, hogy szabadrúgást kapunk. Ezzel szemben bedobás a horvátok javára. Szelenicski. Udecsek. Nagyszerű labda volt Brekalónak. Szerencsére kipattan. Tóth Dániel játsza hátra. Moró fejéről csúszik ki a labda, Szalaival ütközött a levegőben Moró. Elkélnek a pokrócok, nincs meleg. Vagyicska. Borovec szerzett labdát, most pedig Szabó is megtette ezt. Temesvári. Szosza mellett. Temesvári ezt most ellövi, nem is rosszul. Nevisztics-ről, ráadásul középre jött ki, de aztán mégiscsak az övé lesz a labda. Most bátran vállalkozott Temesvári. Volt némi szerencséje is a kapusnak, hogy ott éppen Kalajka tartózkodott, és nem bíró. Ajaj. Kezezés fújt a játékvezető, azt hiszem, Brekalónál. Volt egy elég komoly bizonytalankodás. Temesvári. Szépen fordul. De aztán Szosza szereli. Szép labdaszerzés. Temesvári teszi tovább a labdát. Bodrogi. Megint Szabó volt, aki oda lépett, és ő szerzett labdát az imént. Most pedig Szalai veti oda magát. Lent maradt Temesvári. Szrenicski. Temesvári a magyar bajnokságban 9 meccsen 9 gólt szerzett. Volt versenyben első ezzel a góllövő listán. Tavaly az U16-os bajnokságban 21 gólig jutott a Honvéd Magyar Futballakadémia játékosa. Brekalo elengedi a labdát. Tóth Dániel, Dávid. Lovren. Szépen forgolódik Lovren, nem ügyetlen. Lovren! A végén sikerül megállítani. Moró. Félúton volt Demjén, de szerencsére nem ért oda Czernicki sem. Egész szépen megtelt most a lelátó a Telki Center pálya mellett. Vannak horvát szurkolók is, szerintem lehet a hangjukat hallani. Vagyicska. Agresszív labdaszerzés a középpályán, Herjecki. Hudecsek mellett, de jön Hudecseknek a segítség Kotlártól. Az jó, és nincs is kint a labda. Herjecki húzná vissza. Borovec.
Brekalo. Szép, tiszta szerelés, Tóth Dávid. És előre megy a támadással, Tömösvári. Les. Bíró volt Lesen. Azt is mondta az MLS honlapján Belvon Attila az előző meccs után, hogy azért az látszott az előző meccsen, hogy támadó poszton kevés a variációs lehetőség. Ebben mindenképpen előre kell lépni majd a jövőben. Szalai. Borovec. A szűrő a védelem előtt a horvát csapatban. Sosa. Pontatlanul. Szabó, Szalai, Tóth Dávid. Bodrogi. Jól forgatja át a bal oldalra Gergényi. Herjecki. Kicsit szűken kapta tőle Gergényi. Lovren megtartja a labdát, aztán összehoz egy szabad rúgást is. Sosa Brekalónak, Sosával nem tart magyar játékos. Szalai megküzdött kettejükkel. Brekaló. Brekaló lő ballal, de miért ez nem gond. Nem ilyen kihozza a 16-oson kívülre a labdát. Nem elég pontos a felévelése. Hudecsek. Bodrogi. Kalajka teszi haza. Lovre lökött, ezt mutatja Davide Massa játékvezető. A horvátok gólszerzője a képen. A selejtező torna legeredményesebbje most már egyedül Lovren a maga 3 góljával. Temesvári. Tóth Dávidtól Tóth Bence. Herjecki. Gergényi. Bíró próbál pozíciót fogni, sikerül neki. De jön-e valaki mögé, akinek vissza lehet tenni a labdát? Herjecki. Gergényi labdájába léptek bele. Bodrogi fejéről kerül oda a kapushoz a labda. Nevis Tics pedig Brekalónak hajítja. Brekaló. Pont visszalépett Lovren. Nem volt meg kettejük között az összhang. Pedig hát ha valamire nem panaszkodhatnak a horvátok, az nyilván az összhang. Dinamo játékosok napról napra együtt készülnek, együtt játszanak. Szalai labdájába lépnek bele. Kotlár előre. Brekaló tovább, meg kellett előzni Crnicskit. És Tóth Bence ezt a feladatot megvalósította. Vagyicska. Tóth Bence ki a bal oldalra. Herjecki. Hudecsekkel szemben. Herjecki elküldi Hudecseket. Aztán viszont kivágják a labdáját. Gergényi. Gergényi lök. Hudecseket támasztotta meg a levegőben.
Tóth Bence, Tömösváriék irányába, ott van Szalai is, Tömösvári egyből középre, jó ötletnek tűnik. Bíró. Les. Tán egy lépéssel a védelem mögött Tömösvári a passz pillanatában. Aztán Tömösvári az, aki kicsúsztatja a labdát. Prekaló. Szabó piszkált oda, Kalajka. Szoldó. Prekaló távol tartja a labdát, oltott Dávid. Szalai. Most már nem lehet indítani Herjeckit. Vodicskát elsodorják közben, Tömösvári előre. Kalajka oldotta meg fejjel. Prekaló majdnem Tömösvárihoz fejjel tesz, Osza elesik, Tömösvári mehet így. Szoldó vele szemben, Tömösvári simán megveri egy az egyben. Ott van! Szabó a gólszerző. Benne voltak persze a horvátok, egyrészt ugye Nevisztics kapus, ott a végén, aki oda paskolt a Szabónak. Előtte Sosza, aki elesett, de hát nagyon kellett hozzá Szabó is, aki végigment a támadással, és persze Tömösvári, ő készítette elő. Szépen eltolja Szoldó mellett Tömösvári, és itt zavarba jön a kapus. Nem megpróbálta kiütni, fölé simítani a labdát, hanem maga elé paskolta. Szabó pedig bepofozta. Egy-egy. Szabó eddig is nagyon hasznosan futballozott, most már gólt is szerzett. Még a félidő vége előtt egyenlít át a magyar csapat. Őszintén szóval, amikor a kapus hozzáért a labdához, azt gondoltam, hogy azt fölé paskolja majd. Szerencsére Szabó nem lepődött meg azon, hogy nem fölé, hanem maga elé ütötte a labdát. Lovrent figyelmezteti a játékvezető közben. Prekaló. Czrinicski és Tóth Bence. Czrinicski maga elé teszi, de lehet, hogy a kezét is használva. Moró. Szoszának tette oda sarokkal. Tóth Dávid. Aztán Szalai. Szépen oldotta meg. Moró hátra. Nem találta el igazán jól. Szoldó. Sosa, Moró, Sosa, ott van azonban Bodrogi, csak megnehezíti az életét. Ajjaj, Lovren előtt a labda. Demjén! A horvátok reagálnak most a bekapott gólra. A magyar csapat is jól reagált a horvát vezetésre, hiszen utána helyzeteket alakított ki, és végül sikerült is az egyenlítés. Felettébb veszélyes volt ez is. Tóth Dávid. Üres a bal oldalon Gergényi. Sajnos Tóth Dávidtól elveszik a labdát Lovren. Szalai kedvezőbb helyzetben, mint a hozzá hasonlóan gyors Brekaló. Demjén. Demjén.
Bodrogi. Vagyicska. Bodrogi kipiszkálja onnan, ügyes volt. Gergényi. Erjecki. Elől Lovren várja a labdát, Tóth Bence a sarkában, és megérkezett most már Bodrogi is, ő lép oda szabálytalanul. Így nézett ki nagyjából Lovren szemszögéből a dolog az iménti lövésnél. Tóth Bence. Szoldó. Boraveci a labda. Lesről lépett vissza Lovren. Nagyon tiltakoznak a horvát szurkolók, de nincs igazuk. Íme. Teljesen egyértelmű a les helyzet. És nem hosszabbít a játékvezető. Véget állt az első félidőnek. Lovren 21. percben szerzett góljával vezettek a horvátok, de aztán Szabó egy szemfüles góllal a 36. percben egyenlített. Az első félidőt követően tehát 1-1 az állás, és ezzel a magyar válogatott állt pillanatnyilag úgy, hogy csoport elsőként jut tovább. Egy-egyre áll az első félidőt követően a Magyarország-Horvátország U17-es Európa-bajnoki selejtező. Már mutatjuk is ennek a játékrésznek a legfontosabb, legérdekesebb momentumait még egyszer. Ez Lovren szabadrúgás a 8. percben, amely némi veszélyt jelentett a magyar kapura. Aztán a 21. percben ugyancsak Lovren már nem csak veszélyt jelentett, de a les határól kiugorva, ugyanakkor nem lesről startolva, gólt is szerzett Moro indításából méghozzá. Az irányító tökéletes ütemben ugratta ki Dejan Lovren öccsét. Ezzel vezettek tehát a horvátok, viszont az addig nem túl acélos magyar támadójáték egyből megélénkült a bekapott gól után, talán annak hatására. Itt Szalai fejelte oda Tömösvárinak a labdát, aki nem lőtt kapura, tehát megtehette volna, a bíró előtt elment a labda, és Herjecki már hiába próbálta középre lőni. Ez mindjárt egy veszélyes magyar támadás volt, közvetlenül a gól után. Aztán a 23. percben egy magyar labdaszerzés után Tömösvári játszotta meg bírót, egy picit távol került a labda bírótól, Kalajka a csapatkapitány pedig jó ütemben érkezett, ő akadályozta meg, hogy a horvátok nagyobb bajba kerüljenek, megpróbálta őt átfűzni bíró hiába. Egy Brekalo lövés a 31. percből, különösebb problémát nem okozott ezzel a horvátok hetese Demiennek. Aztán pedig jön a gól a 36. percben, többen is hibáztak a horvátok közül, Tömösvári megindulhatott a labdával, Szoldót megverte, és nem fölé paskolta az őt nyilvánvalóan nagyon meglepő labdát Nevisztics, hanem kiütötte maga elé, Szabó pedig bepofozta azt. Szemfüles gól a 36. percben, 1-1 ezzel. A horvátok pedig még az első félidő végén veszélyeztettek egyszer, mégpedig Lovren révén, ő volt a legveszélyesebb játékosuk az első játékrészben, Demjén azonban ezt a tekerést hárította itt, tehát egy félidőnyi játék után 1-1 az állás. A legfontosabb statisztikai mutatók, veszélyesebbek voltak a vendégek az első félidő során, de azért a bekapott gól utáni negyed órát a magyar válogatott is megnyomta, érezhetően a támadójáték akkor jóval acélosabb lett. A csoport másik mérkőzésén 3-0-ra vezet a legfrissebb információk szerint Izrael Kazaksztánnal szemben. Ez pedig azt jelenti, hogy a magyar válogatott pillanatnyilag csoport első, Horvátország, illetve már 4-0 akkor, hogyha ez változott.
Horvátország pillanatnyilag a második, és Izrael a harmadik, de hogyha a horvátok itt kikapnak, és Izrael ilyen ütemben termeli tovább a gólokat, akkor a horvátok még bajba is kerülhetnek akár. Szóval izgalmas és érdekes lesz a második félidő, amely rövidesen kezdődik. Kezdődik a második félidő telkében a Magyarország-Horvátország U17-es EB-selejtezőn. A magyar csapat már biztosan tovább jutott, így nem árt talán végigvenni, hogy kikkel találkozhat a magyar válogatott majd az elitkörben. Az első csoportból a skótok és az írek veretlenül egyaránt 7 ponttal simán jutottak tovább. A második csoport küzdelmei még nem kezdődtek meg, miközben látható, hogy Brekalót Markota váltotta a horvát válogatottban a szünetben. Az RNK Split játékos, aki az első meccsen szállt be csereként, most kap egy fél időt. A harmadik csoportban az olaszok és Izland a két továbbjutó, Moldova az, amely válogatott a harmadik helyre ért oda, éppen csak lemaradva a továbbjutástól. A negyedik csoportban Anglia és Franciaország győzelemmel kezdett, ott csak egy kör ment le, Ciprus és Macedónia vereséggel nyitott. A svédek és a görögök léptek tovább az ötödik selejtező csoportból. Ukrajna úgy esett ki, hogy nem nyert, de nem is veszített meccset, nem rúgott, de nem is kapott gólt. A hatos csoportból Portugália és Szlovénia lépett tovább, az északírek épp hogy lemaradtak, a törökök viszont pont nélkül zártak, ez azért mindenképpen meglepetés. A hetes csoportban játszunk mi, a nyolcadik csoportból Hollandia és Szerbia, a két továbbjutó Finnország és Málta kiesett, a kilencedik csoportból Ausztria és Norvégia jutott tovább. A tizedik csoport küzdelmeiből még egy kör hátra van, de Belgium már biztosan továbbjutó, Svájc pedig biztos kieső, ugye a svájciakat egyszer megvertük, egyszer kikaptunk tőlük. Tőlük azért mindenképpen többet lehetett várni. Azerbajdzsán-Bosznia mérkőzést rendeznek majd a továbbjutásért. A spanyolok és a szlovákok győzelemmel, Litvánia és Luxemburg vereséggel kezdett a 11. csoportban. Csehország és Románia továbbjutásával, Dánia kiesésével zárultak a 12-es csoport küzdelme, és a 13. csoportból Oroszország és Fehér Oroszország lépett tovább Wales és Montenegro ellenében. Tehát már lassacskán kialakul az elit körmezőnye. Itt még vannak kérdőjelek, elsősorban a horvátokat övezik kérdőjelek és az izraelieket, mert az izraeliek 4-0-ra vezetnek, ugye az ő gól különbségük ezzel plusz 3, közben Herjecki a labdával, Bogyicska, a befejezés nem sikerül. Tehát, hogyha a magyar csapat legyőzi a horvátokat, és az izraeliek mondjuk 8 góllal verik Kazaksztánt, akkor a horvátok nem jutnak tovább. Herjecki, egy finom mozdulat. Tóth Bence. A 18-assal láthatjuk Markotát a horvátoknál. Nem kizárt, hogy Brekalo megsérült, volt egy olyan ütközés, ami után fájlalta a lábát, mert egyébként főleg a meccs elején nagyon aktív volt, és jól futballozott Brekalo. Szalai szabálytalan. Bár Vagyicska sem volt teljesen szabályos. Már akkor elkezdett dőlni a horvát játékos. Bíróba lövi a labdát Moró. Sosa. Vagyicska kiengedi. Viszont a horvátok jönnek. Van némi felzúdulás a magyar kispadon. Markota, az RNK Split játékos, amint azt említettem még a mérkőzés elején. Ügyes összjáték Kotlár, Lovren tekeri, és az utolsó pillanatban még hozzáérdemén. Nem is ért hozzá? Én azt hittem, hogy belepaskolt. Akkor viszont eltekeredett a kesztyűje mellett a labda, ez szerencse. Finish. De ez nem én ütötte fölé, jól láttam én, a játékvezető látta másképp. Ez befért volna a léc alá. Úgyhogy szép Demjén védés, de ennek dacára kirúgással folytatódott a meccs.
Szoldó. Moró. Nem is, Márkota az. Szép szerelés, Bodrogi. Herjecki. Pont Morónak adja a labdát. Lovrent megelőzni nem sikerült. Tóth Bence. Lovrent táncoltatja meg a labdát. Tóth nem nagyon kap segítséget a többiektől, viszont megoldja egyedül. Ez szép passz viszont. Jó, Demjén. Kudecsek centerezése után dőlt rá a labdára. Tóth Dávid, Vodicska. Tömösvárinak egy pillanatnyi ideje sem volt, Márkota. Ő vette el tőle a labdát az imént. Szalai. Hatunk. Elméláztak egy kicsit a horvátok. Szoldó. Nevisztics nem találja el jól. Vodicska. Szoszával. Ellövi ballal. Nevisztics. Előre küld mindenkit a kapus, aki nem volt a magabiztosság mintapéldánya az első félidőben, most viszont szépen védett. Lovren! Moró próbált váratlant húzni. Szabónak magas, Hudecsek, Lovren. Szabó, szép mozdulatokkal. Lefújja a játékvezető Borovec megmozdulását, sőt megmozdulása itt. Többször is szabálytalankodtak Szabóval szemben. Tóth Dávid. Tóth Bence. Sok megjátszható fehérmezes egyelőre nincs Szalai közelségében. Szoldó rúgja ki a labdát. Bíró csak zavaró repülést végez. Lovren. Gergényi becsúszása jó. De úgy tűnik, hogy lábat is talált, és nem csak labdát. Lovren nagyon beszédes fiú egyébként, azt figyelem, miközben a lassítást nézhetjük, hogy megint miután egy kicsit oda taposott, azért még a játékvezetőnek is odaszól. Jó játékos, de nem szerény. Most elsarkazza a labdát, Vodicska. Borovec.
Modrogi fejelte oldalra, jó helyre. Tömösvári nagyon meggyötrik, és elveszíti a labdát. Moró. Tóth Dáviddal szemben a csel, aztán még egy csel, ezúttal a másik irányba. Szrűnicski nem hagyta, hogy hozzáférjen Szalai a labdához. Sosa. Magyar labdaszerzés, Tömösvári tovább. Bíró felé a kiugratás, nagyszerű labda volt, Bíró! Nagy helyzet! Megtámasztják az utolsó pillanatban. Meg lehetett volna a vezetés, Szoldó volt az, akit maga mögött hagyott Bíró, de ugyancsak Szoldó volt az, aki az utolsó pillanatban, talán a lövés pillanatában még odaért és megtámasztotta a magyar támadót. Vagyicska. Herjedsz ki két szép csel, aztán megrúgja őt Lovren. Tóth Dávid. Teljesen visszahúzódnak most a horvátok. Ugye az ő esetükben nem szabad elfelejteni, hogy nagyon sokat nem kockáztathatnak, mert hogyha győznek persze csoport elsők, viszont ha kikapnak, akkor könnyen lehet, hogy ki is esnek. Vasaricek jön, az első két mérkőzésen kezdő volt, Kotlárt váltja. A Dinamo Zágrev játékosa, már mondhatom, szinte természetesen, Luka Pasaricek. Vagyicska. Lovren lép be elé, és Lovren el is indul a labdával. Még időben szabadult tőle, Moró. Túl sokat várt Moró, és Vagyicska belelépett. Moró, hol cselez? Na most beállt Pasaricek tovább, Hudecseknek. Hudecsek. Szép szerelés. Ráadásul úgy sikerült szerelnie Gergényinek, hogy a horvát játékost érintette utoljára a labda, úgyhogy mi dobhatunk. Kalajka. Megoldja. Szoldó. Elég körülményes ebben az esetben. Tömösvárit látta szabálytalannak a játékvezető. Szalai. Szoldó emelte vissza. Kalajka. Moró, hatalmas lendülettel indult meg, Sosa, és Demiénnél köt ki a labda, amely meg is pattant előtte.
Márkot a három magyar között, szabadrúgást kap. És a miénk cserélnek, Tajti Mátyás érkezik, mégpedig Herjecki helyére. Herjeckinek számos ügyes megoldása volt. És ne felejtjük, az előző meccsen ő szerezte a győztes gólt a kazahok ellen, amely a biztos továbbjutást jelentett a miénk számára. Jön tehát a Barcelona középpályása, Tajti Mátyás. Nyilván nem pusztra cserélt ebben az esetben a magyar szakvezető, Belvon Attila, hiszen a bal szélen futballozott Herjecki, de már is áthúzódik Temesvári erre a szélre. Bíró. Tajti. Szosza piszkált oda, ráadásul Tajtiról ment ki a labda, ezt jelezte az olasz partjelző. Veszelicek egyből, gyönyörű mozdulattal, Hudecsek érkezik a jobb oldalon. Hudecsek. Szöglet. A második szeglet a meccsen, az elsőt is a horvátok végezték el még az első játék részben. Kalajka. Lovren. Lovren az alapvonalnál, és ott marad a rövid saroknál Demjén. Ez pedig már veszélytelen. Lovren próbált meglepőt húzni, azt nem állíthatjuk, hogy önzetlen lett volna. Nagyon szépen ment el az alapvonalig, de nem passzolt utána, és Demjénen nem tudott ezzel a megoldással kifogni. Ez volt a horvátok 8. kapura lövési kísérlete, és a képen látható Lovren a 8-ból 6-ot tudhat magáénak. 5-ször el is találta ebből a 6 kísérletből Lovren a magyar kaput, tehát elég jó a hatékonysága ilyen szempontból, de hát Demjén nagyszerűen véd. Gergényivel szemben történt szabálytalanság, Hudecsek követte el. Szalai passzába belelépnek, még időben hátra teszi. Nem is Szalai volt, bocsánat, hanem Tóth Dávid. Temesvári. Nem számított rá Gergényi, de nagyot kapott a lábára, pont az orrom előtt történt. Hudecsek kap sárgát. Lovrent kell egy kicsit odébb terelni közben. Perc, Gergényi szabadrúgása következik. Hudecsek fejelte vissza, és ebből még meg is indulhatnak. Így nem, Lovren sikerült Szabónak szerelnie. Tóth Bence higgadtan, Gergényi. Temesvári. Bíró. A labdalevétel jó, csak éppen Kalajka közbeavatkozása is az. Hudecsek. Elszórja Hudecsek, Temesvári. Ott van Gergényi is a vonal mentén, Temesvári. Igyekezni kell vissza. Lovren.
Alpon marad Lovren, most már nem, ez nem volt szép. Bodrogi, Lovren pedig törleszt, sárga mind a kettőnek. Bodrogi mindenképpen meg akarta állítani Davor Lovrent. Most már nagyon fáj a lába Lovrennek, amikor felugrott és nelbe taszajtotta a magyart, akkor még jobb állapotban volt. Egyébként biztos, hogy óriásit kapott. Már előtte megpróbálták megállítani a miénk szabálytalanul, akkor még nem sikerült, viszont Bodrogi ütemet tévesztve messziről csúszott be és lábat talált. Azzal együtt, hogy nagyon csúnya belépő volt, ezt el kell ismerni. Lovren borzasztóan indolens az egész mérkőzésen. Túl vagyunk a második félidő felén. Lovren és Szabó góljával 1-1 az állás. Borovec szabadrúgása. Vodicska volt, aki kifejelte valamennyi magyar hátul, így aztán nem volt, aki összeszedje a labdát. Nem fújják le Vodicska megmozdulását, Tajti a labdával, bíró meg majdnem leslefutott. Ezt elengedik, bíró tör ki, Hudecsek elé kéne bevezetni a labdát, Hudecsek elkotorja. El kell ismerni, ragyogó szerelés volt. Bírót viszont már másodszor tudjuk kiugratni, más kérdés, hogy egyikből sem született gól. De ez talán lehet jó jel. Hát, ha lesz harmadik is. Moró. Sikerül megtartani a Borovec. És Vodicska oldalra. Az előző szituáció, éppen Hudecsek ragad be. Szép mentés volt tőle. Ha ott keresztbe tudja vezetni előtte bíró a labdát, akkor már csak a kapus van vele szemben. Gergényi. Pasaricekkel, Gergényi, szép. Nem fér a labdához Pasaricek, aztán jön segítség szemből Hudecsektől. Egyre tízesebb a mérkőzés, ahogy közeledünk a hajrához. Gergényi kapcsán mindenképpen megjegyezném, hogy az első két meccsen nem kapott lehetőséget, most kezdő és jól futballozik. Csere lesz a mieinknél, hát nem lesz már újabb sansza Bíró Bencének, őt viszik le, és Szalai Attila érkezik, tehát védőt hoz a helyére Belvon Attila. A második magyar csere történik ezek a pillanatokban, 9-es számmal Bíró Bence hagyja a pályán, és helyette 4-essel Szalai. Kíváncsi vagyok, hogy ez milyen átalakítást jelent majd a magyar válogatottnál. Belvon vigasztalja közben bírót. Tajti szabadrúgása, sajnos egyből kifejelik Hudecsek. Szalai Attila. Elindul Szalai Attila labdával.
sajnos szabálytalannak látta őt a játékvezető. Én nem éreztem szabálytalannak Szalai, de hát később bánat. A bal szélre áll be, de nem hátvédnek, hanem Gergényi előtt játszik. Szalai Attila. Talán a Lovrennel szembeni védekezésben többet tud segíteni. Lovren odaszól a játékvezetőnek. Ki tudja hányadszor. Kint volt a labda. Sosa. Moró. Srinicski a labdával. Tóth Dávidra viszi rá. Srinicski és Tóth Dávid teszi oda a lábát. A horvátok harmadik szöglete jön majd. Sosa. Pasaricek. Egy erőteljes mozdulattal sikerült oldalra fejelni a Szalai Andrásnak. Srinicski. Hudecsek. Szalai Attila tovább. Szabó, a gólszerző. Szalai Attila, Gergényi. Szabó Bence. Szépen hoztuk előre. És jó a keresztlabda is. Vagy legalábbis majdnem elég jó. Tóth Dávid. A meccs elején a horvátok futballoztak mezőnyfölényben, és hát a vezetést is megszerezték. Az első 20 perc óta abszolút egyenrangú ellenfele a magyar válogatott a horvát csapatnak. És bármi is lesz a vége, az eddig látottak alapján én azt gondolom, hogy a magyar válogatott legjobb meccse ez a selejtező tornán. Tóth Bence. Szalai Attilát szerelik, Lovren, Szalai Attila kap utána, sárga lap. Lovren közben elmondja a játékvezetőnek, hogy ebben az esetben az előny szabálya helyes döntés. Majd legközelebb elkészültetben érkezik Massa is. Közben újabb csere a horvátoknál, elhagyta a pályát Srinicski a Bayern csatára, és 9-essel az a Majic jött a helyére, aki a Dinamo Zagreb labdarúgója. És az első két mérkőzésen a kezdő csapattagja volt éppen úgy, mint Pasaricek, aki már beszállt csereként. Nincs már változtatási lehetősége a horvát csapatnak. Majic. Ajaj, egy nagy luft, és benn van. Egy hatalmas hibát, éppen Pasaricek a csereként beállt középpályás használ ki. A 68. percben megint vezetnek a horvátok. Állítgatás nélkül egyből ellőtte Pasaricek és Hajszál pontosan. Itt a centerezésnél az egyik magyar védő luftot rúgott. Hát elment a lába mellett a labda Tóth Bencének, és üres területre jött a labda. Pasaricek mellett pedig nem volt magyar játékos sajnos. A magyar válogatott is cserélt, harmadszor a mérkőzésen bejött Nemes Barna. Ő volt az egyetlen a magyar válogatott keretben, aki eddig nem kapott lehetőséget, Szalai Andrást váltotta. Érezhetően igyekezett arra figyelni Belvon Attila, illetve a szakmai stáb, hogy minden játékos kapjon lehetőséget itt a selejtező tornán. Ez most megvalósult. Szalai Attila.
kivetődik Nevisztik a labdáért. Egyébként a horvátoknál is egyetlen olyan labdarúgó van csupán, aki nem lép pályára, mert most már ez tény, nem tudnak cserélni Karamarko, Hajduk split labdarúgója. Szalai Attila, Gergényi, Lovren. Szépen szorította ki Vodicska. Magyar szabadrúgás. Nemes. Jó kis indítás, Tömösvári. Kalajka. Tömösvári húzódott be középre a legutóbbi cserét követően, már amikor bírót levitték. Szoldó kinyúlt Tömösvári mögül, Bodrogi. Tóth Bence. Gergényi. Szalai vissza Gergényi elé, kicsit hosszú lesz neki. Most már jóval biztonságosabb helyzetben a horvát csapat, mint volt néhány perccel korábban. Borovec szabálytalan. Vodicska. Nemes. Szalai Attila. Udecseken akadt fent Lovren. Moró. Markota. Azzal, hogy bejött Nemes, kihúzódott a jobb szélre és jobb hátvédként futballozik már Tóth Dávid. Szalai Attila támadja Kalajkát, és aztán Nevisticset is zavarja. Magyar bedobás. Tajti. Tömösvári. Ez sajnos kirúgás így. Vodicska. Lovren és Gergényi. Lovren kizárja Gergényit. Ez meggondolatlanság volt ott megpróbálni kibújni mögüle. Nem lett belőle baj szerencsére. Vodicska. Tajti. Megint Borovet késett egy ütemet. Szalai Attila. Sajnos mély. Bodrogi. Kaszaricek játsza hátra a horvátok második gólját lövő középpályás. Tóth Dávid. Bodrogi. Tóth Bence. Szalai Attila.
Lovrenről megy ki a labda. Temesvári, sajnos messzire pattant a térdéről, Lovren. Vodicska fejeli vissza a labdát, sajnos Szalai még lesről jött vissza, Vodicska a saját labdája után megy. Nevisztics, odaadja Szalai Attilának. Uff, nem sok köze volt Kalajkának a labdához. Megúszta lap nélkül. Csak az embert nézte Kalajka. Hát ezen a meccsen bebizonyosodott, hogy pillanatnyilag nem Nevisztics a jobb kapus a horvát keretben lévők közül, hanem Semper. Hát ha még egyszer igazolja ezt. Négy tagú sorfal és Tajti a labda mögött. Kevesebb mint 5 perc van hátra a mérkőzésből, legalábbis a rendes játékidőből. Tajti szabadrúgás, Nevisztics nem ment kellőképpen sarokra talán. Nem kellett különösebben nagy bravúr, hogy kiüsse Nevisztics. Jön az első magyar szöglet a 76. percben. Temesvár játsza vissza Tajtinak. Tajtiról megy ki. Márkota rápöccintette a lábára. Gergényi bent tartja még a labdát. Lovren mögé jön a passz, ő meg elcsúszik. Gergényi középre. Fogyicska. Hosszú volt Tajtinak. Temesvári. Tajti előre rúgják ki. Nemes, Tóth Bence. Kicsit lassú a labda. Nemes. Hosszú Tóth Dávidnak, még pedig nagyon hosszú. Egy döntetlennel a csoport elsőség meg lehetne még. De mindössze 2,5 perc van hátra a rendes játékidőből. Nemes. Higgadt megoldás. Tóth Dávid. Szoldó szabálytalankodott Tóttal szemben. Tóth Bence. Szoldó fején csúszik meg a labda, pontot landol Tajti előtt. Tajti és Sosa. Tajti nem jut el végül is Temesváriékig. Elég sok volt ott már a kékmezes belül. Tóth Bence. Tajti kap egyet hátulról Borovectől. Gergényi. Szabó, a magyar gólszerző. Gergényi még rárúgja Hudecsek lábára. Közben Borovec is összeroskad. Ő fejelt bele hátulról Tajtiba. Összekoccant a két fej, és most már Borovec is megérzi ezt. Yeah.
Ápolás nem kér, hiszen akkor le kéne mennie. Moró. Megkezdődött a 80. perc. Tóth Bence. Tóth Dávid. Bodrogi. Vodicska irányába, de Kalajka útját állja ennek a kiugratási kísérletnek. Lovren rávieti a védelmünkre, nem tette. Tóth Bence. Jó megoldást választ. Gergény indít. Szoldó fejeli el. Borovec. Szabó szabálytalan. Sárga lap. Letelt közben a rendes játékidő. 3 perc lesz a ráadás. Elkésett itt Szabó. Gergényi. Lovren tartja a labdát. A szép. Kaszaricek. Májics a másik cserejátékos. És aztán Lovren tekeri kapura. Egy újabb kapura lövést behúzhatunk a neve mellé. Borovec zuhan Szabó nyakába. Úgy tűnik, hogy Borovec, aki rengeteget szabálytalankodott, lehozza sárga lap nélkül ezt a mérkőzést. Egy perc elment a ráadásból. Gergényi terel mindenkit előre, felíveli majd a labdát. Szalai Attila megy utána. Nemest látja szabálytalannak Kalajkával szemben a játékvezető. Gergényi. Kaszaricek emelte oldalra. Lovren. Gergényi utána csúszik, szerencsére nem találja el a lábát. Lovren. Végül középre teszi Lovren. Nemes. Gergényi bepasszolja középre, ami nem lett volna baj, csak éppen ellenfélhez passzolt. Óriási lehetőség, Demjén! Megérezte, hogy Majics melyik sarkot választja. Ajtóablak zicserben védett. Temesvári ellen fúj a játékvezető. És lassacskán letelik a 3 perces ráadás. Itt az elpasszolt labda, ez nagy hiba volt, és egyből gólhelyzetbe kerülnek 3 passz után a horvátok. Szenzációs volt, ahogy Demir ráérzett arra, hogy mi következik majd. Sajnos azonban most már úgy tűnik, hogy nem sikerül újítani, másodpercek vannak hátra. A horvát csapat miután másodszor is megszerezte a vezetést, már meg is tartotta azt a magyar válogatottal szemben. Ez a két csapat jut tovább, tehát az elit körbe. A horvátok csoport elsőként veretlenül a mieink 2 győzelem után majd derekas küzdelemre késztették a horvát válogatottat, de végül Velvon Attila csapata 2-1-re alul maradt. Lovren szerzett vezetést a horvátoknak még a 21. percben, aztán jött Szabó Bence egyenlítő gólja a 36. percben. Egy-egy után a mieinknek voltak még lehetőségei, gondoljunk csak bíró megugrásaira. Ezeket azonban nem sikerült kihasználni, és Pasaricek a 68. percben megint a horvátokat juttatta előnyhöz.
A továbbjutás volt a legfontosabb, ez megvan, nyilván a csoport elsőség is sokat jelentett volna a mieinknek, nem tudom, mennyire lesznek csalódottak. Minden esetre én úgy láttam, mondom még egyszer, hogy a három mérkőzés közül most játszott talán a legjobban a magyar válogatott. Úgy látom, hogy Fazekas Erzsébet mellett pedig már van riportalany, úgyhogy akkor hallgassuk meg a főszereplőket. Köszönöm szépen, Tömösvári Bálint van itt. Nem hallottad, Krisztián azt mondta, hogy szerinte ez volt a legjobb mérkőzésetek a sorozatban. Hát igen, jól játszottunk. Az elején nem tudtuk felvenni a ritmust, de a 20. perctől kezdve belejöttünk, és utána tudtunk is gólt szerezni. Hát egy nagyon szervezett Horvátországgal találkoztunk. Hát volt csanszunk. Nem is egy, hát én sajnálom, hogy kikaptunk nagyon, meg szerintem az egész csapat mindenki, most hát nem is tudok nagyon mit mondani már. Mennyire volt ellenük más játszani, mint a másik két csapat ellen? Hát másabb volt, mert tudtuk, hogy nagyon hát felnőtt focit játszanak, szóval nagyon szervezettek minden. Szerintem hát nehezebb volt ellenük játszani, gyorsak voltak, el is fáradtunk, nehéz volt nagyon. Értem, hogy nem vagy most nagyon feldobodva, hiszen vereség lett a vége ennek a mérkőzésnek, de azért mégiscsak ott vagytok a második helyen továbbjutással, tehát azért azt hiszem, hogy van ok arra, hogy egy kicsit mosoly is legyen az arcotokon. Igen, hát benne vagyunk az elitkörbe, csináljuk tovább, csak hát már csoport második helyezetként jutunk tovább, lehet számítani a nehezebb ellenfelekre. Hát igen, nincs okunk panaszra, mindent megteszünk az elitkörbe, és megpróbálunk minél jobb helyen végezni ott is. Köszönöm szépen, Szabó Bence érkezik közben ide a kamerákhoz. Éppen Bálinttól kaptad a gólpaszt, és hát te voltál az, aki a mai gólt szerezted. Igen, nagyon örülök neki, bár még jobban örültem volna, a csapat is nyerni tud. Sajnos így jött ki a végén. Mennyire volt nehéz játszani a horvátok ellen a mai napon? Elég durva mérkőzés volt a többihez viszonyítva. Hát nehéz volt, nagyon szervezettek voltak, jól védekeztek, egységesen mozogtak. Igyekeztünk fölvenni a versenyt, szerintem fel is tudtuk. Hát szerintem jók voltunk. Hogy érezted, hogy mekkora különbség volt az első, illetve a második fél idő között? Az első fél idő elején nem annyira tudtuk felvenni így velük, de a első fél idő végén, meg már a közepétől is gyorsabban tudtunk játszani, nálunk volt a labda többször, és szerintem jó megoldásokat választottunk. A második fél időben pedig hát kicsit elfáradt a csapat a végére, ez annak is köszönhető, hogy kicsit koncentráltanak vagyunk, akkor kibekkeljük a meccset. Köszönöm szépen, hogy a vezetőedző mennyire tud örülni ennek a mai mérkőzésnek, illetve az itt elért eredménynek, vagyis annak, hogy sikerült a csapatnak továbbjutni. Hát erről most meg tudlak kérdezni téged is. Hát a továbbjutásnak örültünk már 3 napja, de azt hiszem, hogy ez a mérkőzés az volt, ahol azt kell mondjam, hogy most már egészen elfogadhatóan futballoztunk. Partiban voltunk, úgy gondolom, a horvát csapattal. Bocsánat, hogy közbevágok, de ez is volt az elvárásod a mai napra. Azt nyilatkoztat, hogy annak tudnál örülni, hogyha azt látnád, hogy azt a játékot tudja hozni a csapat, amit elvársz, amit szeretnél látni a pályán, és egy kicsit bátrabban fociznának. Igen, az első 20 perc kivételével úgy gondolom, hogy a játékosok teljesítették ezt. Ennek nagyon örülök. Úgy vélem, hogy ebből lehet tovább lépni. Ma játszottunk a legjobban, ma kaptunk ki. Ez egy olyan dolog, amit sajnos nem tudunk kiküszöbölni. Most már ez az eredmény. Nagyon sokat tettek a gyerekek a pályán azért, hogy ezt a mérkőzést megfordítsuk. Kétszer is hátrányban voltunk, sajnos második alkalommal már nem sikerült. De én azt hiszem, hogy a mai napon játékban mindenféleképpen léptünk előre. Ez jó jel. Az eredmény az pedig számunkra kedvezőtlen volt, de a továbbjutás így sem forgott veszélyben, hiszen megvolt. Itt egy kicsit a második fél időben már aggódtunk, hogy nehogy valakinek valami baja essen, valami sérülésbe következzen, mert egy kicsit kezdett eldurvulni a hangulat a pályán. Igen, én a játékosoknak szóltam is, azért a horvátoknak van egy nagyon komoly előnyük, ők nagyon szeretik ezt a stílust, ahol több párharc van, keresik is ezt, és hogyha mi ezt felvesszük, ezt a kesztyűt, akkor alapvetően ebből rosszul jöhetünk ki. Sajnos a játékvezető, én egy picit úgy érzem, hogy ebbe partner volt. Én a kispadról legalább 5-ször hallottam azt tőle, hogy utolsó figyelmeztetés nekik, és jön a sárga lap. Ehhez képest mi kaptuk folyamatosan a sárgákat, úgyhogy én azt hiszem, ebbe volt egy kis mérlegelés a játékvezető részéről. Mi pedig nem tudtuk ezt az agresszivitást időnként hová tenni.
Ha játékkal foglalkoztunk, akkor szép dolgokat is láthattunk. Én azt hiszem, hogy most voltak lehetőségeink, zicserek, amiket kialakítottunk. Nagyon akartunk, megcsinálták a gyerekek a 2-1-eket a széleken, többször mögéig tudtunk kerülni, de ez egy horvát csapat, aki rendkívül gyors, dinamikus. Ha most csak a Dinamo Zágrából indulok ki, aki klubvilágbajnokságot nyert, akkor azt hiszem, hogy nem járok messze az igazságtól, hogy ez egy nagyon komoly ellenfél volt a mai napon. Hogyan tovább a következőkben, miben kell még előre lépni? Hát támadójátékban mindenféleképpen. Én úgy gondolom, hogy ott van hiányérzetem. Az egy-egy elleni játékokat nem biztos, hogy még jól játsszuk le, főleg a széleken. Elől is volt egy picit a center pozícióban olyan érzésem, hogy ott nyerhető lett volna a mérkőzés. Ott több előreindulás, több agresszív védők mögé kerülést szerettem volna látni. De összességében a gyerekek, ami ma bennük volt, azt én úgy gondolom, hogy kihozták. Köszönöm szépen, és gratulálok a továbbjutáshoz. Innen most a szót visszaadjuk Matusz Krisztiánnak. És már is megnézzük az összefoglalót a mérkőzésről. Ez az első horvát gól. Kikockáztuk, láttuk, hogy Lovren egy vonalban volt az indítás pillanatában a védőkkel. A 21. percben jutottak előnyhöz a kékmezesek, Moró kiugratása után talált be Lovren. Utána viszont valóban megtalálta a ritmust a magyar válogatott, és helyzeteket alakított ki, sőt, még az első félidőben sikerült is egyenlítenie, mégpedig a 36. percben, amikor Tömösvári húzott el a jobb oldalon, megverte 1-1 Szoldót, és Nevisztics kapus előre paskolta a labdát, a sokat dolgozó Szabó Bence pedig odaért, és bepofozta azt a kapuba. Ezzel egyenlítettünk, és a második félidőre így fordult a két csapat. A szünet után pedig a mieinknek megvoltak a lehetőségeik. Egyébként a horvátoknak is természetesen egyszer-egyszer. Itt például, amikor Lovren tekerte a labdát kapura, és végül Demien paskolta azt fölé. Lovren messze a legaktívabb és a legveszélyesebb horvát játékos volt ezen a mérkőzésen. Itt most ő adott egy bokapaszt, és végül Demien felszedte a centerezés után a labdát, Hudecek tette középre. A jobb szárnyuk különösen erős volt Hudecekkel és Lovrennel a horvátoknak. Ez egy nagyszerű kiugratás Bírónak. Az utolsó pillanatban azonban Szoldó utoléri, és nem tud zavartalanul lőni a magyar center. Kimaradt az egyik lehetőség. Bíró másik kiugrása, 1-1-nél vagyunk, tehát itt vezetést szerezhetett volna a magyar csapat. Hudecek azonban becsúszik, és szereli a magyar támadót az utolsó pillanatban, mielőtt a 16-oson belülre érne. Itt pedig a horvátok jönnek előre a bal oldalon. Tóth Bence mellett elmegy a labda, jön a csereként beállt Pasaricek, és egyből az alsó sarokba zúdítja. Egyébként az előkészítő egy másik cserejátékos, Carlo Majic volt, mind Pasaricek, mind Majic kezdő volt az első két meccsen. Alapemberek most a második félidőben szálltak be, és főszereplők lettek. A végén még megpróbálta a magyar válogatott természetesen az egyenlítést, de végül nem járt sikerrel, itt Szalai Attila beívelése után fogta a kapus a labdát. Úgyhogy a horvátok, miután Tajti szabadrúgását is kiütötte Nevisztics, megnyerték ezt a mérkőzést, megszerezték a csoport elsőséget. Ennek abból a szempontból van jelentősége, leginkább, ahogyan azt hallhattuk is az első interjú során Tömösváritól, hogy kemény ellenfelek jönnek, majd két csoport első és egy csoport második lesz az elitkörben a mieink ellenfele. Nem lesz egyszerű, minden esetre az egy szép eredmény, hogy ott vagyunk. Itt láthatjuk, hogy a horvátok 11-szer próbálkoztak kapura lövéssel, 9-szer eltalálták a magyar kaput, tehát Demien nem unatkozott. A mieink is hatékonyak voltak, ha úgy tetszik, hiszen 5 próbálkozásból 4 eltalálta a kaput. Hát ennyivel talán jobb volt a horvát válogatott a számok alapján, bár azért benne volt annak a lehetősége is, hogy a magyar válogatott megnyeri ezt a mérkőzést. Ezek voltak tehát az utolsó meccsek ebben a csoportban, hiszen ezzel párhuzamosan azért a többes szám zajlott még egy mérkőzés. Azt az izraeliek végül 6-0-ra nyerték Kazaksztán ellen, tehát ez azt jelenti, hogy ha ez a mérkőzés magyar sikerrel zárul, akkor is Horvátország jutott volna tovább a mieinkkel együtt. Így a mieink előtt jutott tovább Horvátország, a magyar válogatott végül is egy jó teljesítménnyel zárta, de vereséggel zárta a csoportkört. Viszont ott lesz az elitkörben, úgyhogy remélhetőleg látjuk még a fiúkat. Én most köszönöm szépen a figyelmüket, Telkiből búcsúzom, viszontlátásra!